2017-ben kezdődött meg az önkormányzat által értékesítésre kijelölt telkek kialakítása Kadafalván. A, a Kikfor Kft. eddig 80 teljesen közművesített területet adott át a Mókus utca első és második, illetve a Harkály utca első ütemében. Én azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes élhető környezet fogott kialakulni. Aki szereti a, a csendet, a város zajától egy picit elvonulni, annak ez ideális terület. Jelenleg a Harkály utca második ütemén dolgoznak, amely összesen 54 új telket jelent. Mindegyik terület meghaladja a 900 négyzetmétert. Ezek a teljes közművesítés után kerülnek értékesítésre. Várhatóan az év végére tudja a Kft. meghirdetni a telkeket. Az önkormányzati telkek jelenleg annyira keresettek, hogy pár hónapon belül elkelnek. Még nem hirdettük ezeket a telkeket, de már több mint húsz olyan érdeklődő járt nálunk, akik valamilyen szinten gondolkodnak ilyen telekvásárlásba. Minden Imre László, a Kikfor Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, eddigi számításai szerint az értékesítési ár nem fogja meghaladni a 8 millió forintot. Azon családok esetében, akik egy, kettő vagy három gyermeket nevelnek, ott 10-20 vagy maximum 30%-os kedvezményt lehet igénybe venni. Az ügyvezető igazgató zárásképp elmondta, az 54 új földterület mellett két közpark is ki lesz alakítva stábunk ingatlanosokat keresett meg, akik elmondták, hogy az ilyen típusú építési területek nagyon kedveltek a kis családosok körében. Az elhelyezkedés és az ár miatt is, hiszen míg az önkormányzati területek körülbelül 8000 forintba kerülnek négyzetméterenként, addig Kecskemét központjához közel 60-70 ezer forintot is meghaladja négyzetméterenként az összeg, és a környezet is csendesebb a külvárosokban.